Rendhagyó módon nem a megyeháza dísztermében, hanem szűkebb térben, az Alpár Ignác teremben tartotta kedreggeli rendkívüli ülését a megyei közgyűlés. Erre is azért volt szükség, hogy az épület minél kevesebb helyiségét kelljen fűteni. Ehhez kapcsolódóan a közgyűlés első napirendi pontjában a képviselők az önkormányzat energiahatékonysági intézkedéseiről döntöttek. A kormányzat elsősorban a rezsicsökkentést próbálja megtartani, illetve tartja meg egész pontosan. Így az önkormányzatok is természetes módon takarékosságra ösztönzöttek. A megyei önkormányzat benyújtott egy energiahatékonysági pályázatot, ezt a beavatkozást jövőre tudjuk megtenni. Fennkor klímákat szerelünk be az eddigi elavult fűtőberendezések helyett. Leszigeteljük a tetőt jövőre ugyancsak, ugye most a tető cseréje folyik, addig pedig olyan akár a benzinköltséget érintő, illetve a díszteremnek a fűtését érintő döntéseket hozunk meg. Jelesül nem fűtjük a dísztermet, azért tartottuk a mai ülésünket is itt a kisteremben, amelyek szükségesek ahhoz, hogy takarékosodni tudjunk az energiával, és hát erre kérek mindenkit a saját háztartása szintjén is. A közgyűlés harmadik pontja a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei központi házi orvosi ügyeleti ellátás átszervezéséről szólt. Ennek alapján parlamenti jóváhagyással a működtetést jövő év elejétől az országos mentőszolgálat veheti át. A házi orvosi központi ügyeleti ellátásról van szó, elsősorban, amely az önkormányzatokat nagyon nehéz anyagi helyzet elé állítja, és nem csak az anyagiakban, hanem a humán erőforrás kezelésében vannak gondok. A vállalkozó háziorvosok, azok vállalkozók az önkormányzattól külön, tehát vállalkozásként kapják a finanszírozásukat, és az orvosoknak az ügyeletszervezésre és egyéb jellegű dolgokra az önkormányzatoknak nincs ráhatása. Ez a rendszer most valamelyest tudott működni, de működési nehézségekkel küzdött, és mi javasoltuk azt, hogy ez az állam fenntartásában és üzemeltetésében és finanszírozásában ez jobb helyen lenne, és ennek eredményeképpen a belügyminisztériumhoz tartozik most ez a tárca. A belügyminisztérium beterjesztett, vagyis maga a kormány beterjesztett egy törvényjavaslatot, amelyben ennek a rendezését, ennek az átvételét az országos mentőszolgálatra testálná országos szinten. És bízunk abban, hiszen tárgyalásokat folytattunk jó magam is dr. Takács Péter államtitkár úrral, aki az egészségügyért felelős a belügyminisztériumon belül, és azt a biztatást kaptuk, hogy jövő évben elsőként Szabolcs-Szatmár-Bereg megyétben ezt a feladatot az állam, amennyiben a parlament a törvény javaslatot elfogadja. Ez valószínű december közepe tájékán lesz, és a kormány a hozzá szükséges szabályozásokat hozzáigazítja, akkor ez a feladatot átvenni a megyénkben. A napirendi ponthoz kapcsolódó vitaszakaszban Simon Rizsák Ildikó fideszes képviselő azt nehezményezte, hogy a törvényjavaslat túl nagy kötelezettséget vár a házi orvosoktól. Ezzel egyetértésben Adorján Béla, a Jobbik Momentum képviselője hozzátette, megfelelő utánpótlás hiányában a megye számos területére az jellemző, hogy 65 éven felüli házi orvosok teljesítenek szolgálatot. A közgyűlés a módosításokat követően az előterjesztést egyhangulag fogadta el. A törvénymódosítási javaslat azt taglalja, hogy elvárja az egyébként is feszített munkatempóban és igen előrehaladott korban megjelenő háziorvosoktól azt, hogy napi 14 órát is dolgozzanak. Felmerül egy kérdés, hogy vajon fizikailag ezt hogyan fogják bírni, bírják-e, vagy pedig azt fogják mondani, hogy nem bírják fizikailag, ezért visszaadják a praxisokat. Példaként említettem a Vásárosnaményi térséget, ahol 15 házi orvosból 10 bőven nyugdíjkorhatár fölött van. Tehát marad 5. Hogyha ez a 10 ember azt mondja, hogy ez fizikailag nem fogja bírni, visszaadja a praxisát, mi fog történni az ottani emberekkel? És akkor itt a másik probléma felvetés, hogy ennek végeredményben, ennek az átszervezési kísérletnek vagy javaslatnak végeredményben a térségben élő emberek fogják a kárát látni. Meg kell oldani az átszervezést, az önkormányzatok ezt önmaguktól nem képesek megoldani, viszont a házi orvosi szektor nincs olyan állapotban, hogy ezt a javaslatot el tudja fogadni, és nagyon-nagyon örülök annak, hogy a megyei közgyűlés végül olyan döntést hozott, amely eredeti előterjesztésből a háziorvosokra vonatkozó kötelmeket és iránymutatásokat kivette az előterjesztésből és a határozati javaslatból, ugyanakkor meghagyta azt, hogy ezt a kérdést kezelni kell. A képviselők elfogadták két topos beruházás, a Nyírbogáti Agrárlogisztikai Központ és a Fehérgyarmati Kerékpárút építésének költségnövekmény igényét is.
A megyei közgyűlés jövő hét csütörtökön tartja utolsó ülését az évben, majd december 22-e és január 6-a között az önkormányzati hivatal közigazgatási szünetre vonul.